Jó reggelt kívánok mindenkinek, szépséges, csodálatos, mizsmányos, jó reggeltességet kívánok mindenkinek, aki itt van. Sziasztok, skacok, fiúk, lányok, ufók, idegenek, törpillák, hörpillák, szörpillák, mindenkinek császtok, egyem a fejetek, nyálazom a köblitek, szépséges napot mindenkinek, egyem a búrátokat, hello Csaba, szia Tibor, szia XY Dávid, Dániel, Gergő, Halálfaló, DJ Merci, Robi Bebők, Kresszer, Kenny, Dániel Sala, és mindenkinek egyaránt szervusztok, a The Beast Inside-dal fogunk játszani, magyar felirattal. Ez egy nem mostani game, ezt hozzá kell tennem, ez nagyon nem egy mostani játék. Ettől függetlenül viszont nagyon sokan szerettétek, akár a VR-osoknál, akár a Zsozénál, vagy a többieknél, mit tudom én, hogy kinél néztétek, én ezt még nem tudom, de azt tudom, hogy nagyon sokan szerettétek. Viszont mivel borzasztó módon akkor jelent meg a game, amikor nem úgy állt a lelki állapotom, itt most legyen szó tényleg bármiről, amikor én úgy fontolgattam volna egy ilyen pszichohorrorral való játékot, hogy egy picit is belemesdjüljek a méhébe, így kihagytam ezt a gémet. Úgyhogy azért nem játszottam vele ennyire régóta. Viszont most Dániel írta nekem igazából, hogy baszki, most egy kurva nagy akció van rajta, 2 euróért beszerezhető, vagy valami hasonló, ráadásul van rá hozzá magyar felirat, meg társai, hát akkor úgy voltam vele, hogy ha már ekkora kurva nagy gémről van szó, akkor miért ne ugorjunk bele és nézzük meg, ha már nekem úgyis kimaradt a repertoárból. Úgyhogy kávéval bekészültem, itt van teljes mértékben, van egy kis tea is, hogyha esetleg olyan lenne, tököm az még. Jó, megvan, úgyhogy szerintem el is kezdhetjük a gémet. Hello Szabó József, szia Halálfaló, szia Kenny, szia Zsombor, szia Jabez. Hello Zita Kis, szia Seres Anita, Tibor Muhel, szia Zsófi, szia Levente, szia Festőmester és Nikó egyaránt mindenkinek, sziasztok! Egyem az uzátokat, illetve nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm az intro alatt lévő Lilithnek a 11. hónap Coffee Tier csatornatagságát, illetve Zsati 1-2-3-nak a 17. hónapot. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Rettentő fontos ez számomra, hogy ennyire kis édesek vagytok, és annyira szépen köszönöm, hogy ezt megköszönjem, úgyhogy nem maradt ki a sorból, hiába történt egy 15 perce. Nagyon szépen köszönöm a supportot. Hello Zsófi Kónyai, hello Ka, hello Princey, Dávid Fekete, Szabó Dávid, Dániel, és mindenkinek egyaránt egyen meg a fejeteket, na vágjunk bele ebbe a csodálatos is gamebe. Folytatásom nincsen, mivel ugye még csak most indítottam el a gémet, szóval új játékba megyünk. Új játék indítás, az előző előrehaladásodat? Igen, mivel nem csináltam semmit. Nehézségi szint kiválasztása, kaland. Azoknak, akik szeretnék megismerni a történetet, átlagos, a fejtörők és akcióelemek kiegyensúlyozott szintje, fenevad, azoknak, akik nagyobb kívásra vágynak. Hát szerintem az átlagos az mehet. Vannak dolgaim, amiben nem vagyok átlagos, de ebben most az átlagosba megyek bele. Én a Tenya Lady is be van készítve alul, ha... Ja, Tenya Lady, ja, hülye! Yeah. Nyilván, ne légy, hogy nyilván, bazd meg! Szia Dani Száz, szia Bence Szénási, Sándor Bába, szervusztak amúgy, egyelek meg titeket! Na, nyomjuk! Hú, bazd meg, Halálfaló, remélem, hogy minden okés lesz. Hol vagyok? Hol vagyok? Why? Adam! Why are you stalking us? Uh-huh. Is this about Adam's work? What do you want from us? Why are you tormenting our family? Uh-huh. No! Adam! Az egy drága kis cségóba. No! Szabó Dávid, nagyon szépen köszönöm. What have you done to Adam? Oh, nagyon köszönöm. War calls for casualties. No, there is no war. We're just... Az jó. We're just a regular family. You hear me? We just wanted to live our life. And you've ruined everything. Pictures, bugs. Hoppa, igazért ez itt elég jól néz ki, hogy itt most így lecsapjuk egy boltával, csak szóló. Stay away. Don't. They already know about you. They've been watching the house. They won't let you. Hush. No. What are you doing? What are you doing? Halálfaló, sajnálom, mindegy. Sajnálom, hogy minden okés lesz amúgy. Hello Kratos, sziasztok! Tam 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 ta dam pa bra pam pam. Szia Tamás Galambos.
Minden tovább megyünk, annál kétség. Hát ez a csajunk. Akkora tőgye van, mint az asztal. Te voltál ott, aki hajtogatott, hogy el akarjuk hagyni a várost. Érezni a vadon, az jó. Mondjuk amúgy egy ilyen helyre úgy elmennék amúgy kirándulni. Nagyon. Really, Emma? We don't know the day or the hour. Úgy mennék amúgy ilyen helyen. Like we don't hear enough about nuclear threats in the media. That's what I'm talking about. If I don't break the code, this country will be like a basket full of nuclear mushrooms. Oh, de feelinges lehetne amúgy egy ilyen helyen élni amúgy. Hello Gergő! Bár nekem nem hosszú távon, mert én imádom az embereket. Imádok a városban élni. It's no shack. It's a present from your parents and you should appreciate it. Take a look! Oh, it looks even better than the photos. Szia Gergő! Lehet egy ilyen kis házikunk a halálfaszán. Az tök jó, nem? Those lazy movers didn't even bother waiting for us. That's okay. We can bring it all in ourselves. Yeah, meaning I toil away while you give orders when you shower. Mondjuk most bunkók voltunk a srác. Most a sráccal vagyunk ugye, és ugye gondolom akkor ő az Emma ugye a csajunk. Ettentő bunkó volt amúgy. The place seems peaceful and quiet. Maybe it'll help me to focus on those damn telegrams to decipher. Honey, don't just stand there. Those boxes won't carry themselves in. Update. The place seems peaceful and quiet until Emma showed up. Mekkora paraszt a csávó amúgy? Tök sutyó baszki, nem? Hát most nem azért, de... Izé, nőstény fajzatta baza, beköltözni egy ilyen helyre, tuti nem mondanám azt, hogy... Amíg te fürdesz, addig én pakolok ilyen sutyón hozzá. Hallod az első pillanat az izé, közös új lakásról az, hogy izé, hogy le semmire kellőztem kvázi. Mondjuk vannak azok a csajok, akiknek igazából az jön be, hogyha szarba vannak nézve, megmondom az őszintét, azért ez elég szar. Mert pasiknak is van olyan, akik így vannak a női oldalról, hogy azért, hogyha szarba vannak nézve, és mint a pincsi kutyák úgy mennek utánuk. De ez azért gáz, na mindegy. Szia István! Szia Julia, sziasztok amúgy! Ha, van izé... Pizza Brothers! Úristen, minden van pizzánk! Na jó, és ebből a kulcsot az, hogy veszem ki, hol a kulcs? Vagy nincsen nálam a kulcs? Miért nincs nálam? Most szálltam ki a Trabantból be ez meg, vagy mi ez? Warburg. Ja, ezt kéne kinyitni, de hát a csajnál van a kulcs. Vagy nincsen olyan nagy diktafon? Emma drágám, ne csak állj ott, azok a dobozok maguktól nem kerülnek be a házba? Hát azt köszi a... Aja, csajnál van szerintem a papír. Hoppá. Diktafon. Nyom meg a tab diktafon elnőrzéshez, Adam a diktafon segítségével rögzíti a beszélgetéseket és gondolatait az aktuális eseményekről. Oké. Gotta get those boxes inside. Igen, be kéne hozni a dobozokat. Ja, vagy ezek a dobozok? Ja, akkor ez. A dobozok az emeleti asztalra. Rendben. Gondolom akkor itt a... bármelyik asztal lehet, nem? Ja, nem erre. Oké. Okay. A doboz ott van, ahol lennie kell. Ide kifestni a falakat. Szerintem lesz még... Felvisszük. Ez meg a... menj fel a padlásra. Ez a padlás tudca. Jó. Már így oda. I need something to pull down the stairs. Jó, mondjuk egy széket. Mondjuk az kurva, hogyha azt így lehet mozgatni amúgy mindent. Na bazd meg. Eskü nem volt szándékos. Mindegy, ezt a dobozt, ezt majd akkor fölvisszük az oda az emeletre. Kell valami, amivel oda el tudok menni. Hát akkor szerintem csak egy ilyen elég, nem? Nem tudom forgatni, nem mi? Nem, akkor ehhez majd valami rút kell. Simon and Sons Moving Service. Ja, hogy ide hozták a tucainkat. Előre fizettem azoknak a rohadékoknak, aki természetesen egyik sem vette a fáradtságot, hogy felcipálja a dobozokat a padlásra. Manapság az ember már senkiben sem bízhat. Milyen süttyú csávóval vagyunk, bazd meg? Hát most komolyan, hát bazd meg!
költöztető szervizről van szó. Annyi volt a kérésünk, hogy pakoljanak le ide, hogy hogy a jó büdös Isten faszába menjenek be, hogyha nálunk van például lakáskulcs, vagy egy vadidegenek adná lakáskulcsot, bazd. Szerintem nem. Hát ne kúrjál már föl agyilag. Hát lepakolta ide ezt a pár dobozt, és még pakoljanak fel a padlásra, amikor én sem tudom, hogy hol van a padlásnyitó szarság. Már most látom, hogy egy suttyó csávóval vagyunk, srácok. Egy ultra suttyó szar csávóval. Jézusom. Szélegina. Anyám. Na mindegy. Jó, hát ó, Jézusom. Na mindegy, nem baj. Csak már az a második kiakadásom a csávóra, pedig még csak 5 percnél járok a játékra. Na mindegy. Szóval ezt a kitchenbe kell vinni, nem? Ja, kitchen. Igen, hol a konyha? Konyha! Hát bazd, még a költöztető a hibás, ha oda, hogy megbeszéltük, hogy 8-ra jön ide a cuccunk, mi meg 8 után értünk ide. Tehát, igen. Old photos. Úristen, bazd, szerintem nincs olyan ember a földön, legalábbis magyar földön, biztos, hogy nem, aki úgy költözik, hogy ekkora házba bazd meg, vagy legalábbis nagyon-nagyon nem sokan sajnos. Pedig úristen, de adnám, hogyha ennyire sok helyem lenne. Nem tudjátok elképzelni, milyen rohadt régóta jó lenne ugye egy külön szoba arra, hogy például úgy elkockulgassak, vagy valami. Úristen, bazd meg. Ez ilyen... Nem tudok felmenni a padlásra. Jó, értettem, de ez nem padlás, ez konyha. Kitchen. Catering, kitchen. Vagy cutlery, bocsánat. Ez meg micsoda? Ez milyen doboz? Erre mi van írva? Azon kívül törékeny. Semmi. Jó, akkor lehet, hogy csak oda kell keresni valami botot. Jó, keresünk valamit, amivel azt a szart kinyitjuk. Bár szerintem a székkel kell, csak mindegy. Szia, Ádám! Minden zárva. Szia, Vakond! Mennyi elem. Van hosszú rút kell, nem? Hogy kinyissam. Hát Jabez! Jó, ja, itt van. Jól szétdobálom a cuccokat. Hát Jabez! Nem köcsökségből, de... Itt amúgy sincs semmi sem rendben. Helyes Ádám, örülök, hogy jól érezted magadat. You've got to be kidding me. Fuck. Come, the baby hears everything, even in the womb. So we will make a great agent, just like Dad. Honey, I can't get in the goddamn attic without a key. Check the dining room. It should be in a drawer. Jó. Tehát a nő az terhes. Oké. Akkor csak szívjuk a vérét azzal kapcsolatban, hogy... Nope, nothing in here. Akkor szívjuk a vérét az ében. Oh, sorry. I guess I didn't get it from the trunk. Typical. Jó, nem baj. Szia, Vimini. Nagyon szépen köszönöm a 5. hónapodat. Köszönöm szépen, papa. Hudozd át az autót. Oké, de... Ja, ott a izé csomagtartó kinyitó. Igen, és akkor valahogy lesz a kulcs. Igaz? Ott van. Megvan. Király. Housekeeping. A lakástakarító quest megvan. Menj fel a padlásra. Simán. Köszönöm szépen, Vimini, még egyszer. Na, keresd meg a festéket a padláson. Ú, micsoda szobor darab. Egy angyal úgy néz ki, mintha audna, de akár halotta is lehet. Szegény pára az éjjel jól elbánt vele, mióta felkült. Tehát itt talán egy évszázada. Hát az semmi extra. Akkor nem tudom, miért volt ilyen megnézhető elemként. Mondjuk minden megnézhető elem, szóval. Azt mondjuk jó, hogy mindent ennyire lehet pakolni, ez kemény amúgy.
Micsoda? Kíváncsi vagyok, ki lehet, majd már egy valaki másé. Amikor így rázumol, akkor valami rejtett üzenet van benne? Akkor valami rejtett izé van benne? Ha ott a szemgolyó. Véres. Talán biztos nagyon kemény megütötte, ha leesett a lába. Várjunk csak, ez vér vagy festék? Ja, milyen furcsa amúgy, hogy az angyalkának a segjukánál van a vérfolt. Nem mindegy. Szia, Angie. Na mi újság, ezer éve nem láttunk itt a cseten. Jó volt a legutolsó randid? Szia, szia. Ó, oh, no, lemaradtam meló, van, miről maradtam le? János, csak most kezdtem el a gémet. Keressük a festékes vödröt. A festékes vödör, vödör. Megvan. Szia, Kenny. Szia, happy day. What's that? Hoppá. A loose plank. Ez meg az út a deszka, valaki eredett valamit a padló alatt. Keresse egy szelszámot a deszka felszedéséhez. Egy emelettel lejjebb van a deszka. Itt. Meg is van. Mondjuk ez pont nem erre van, de mindegy, engedjük el, hát ha ezt beérzékelő játék ennek. Nem. Jó, akkor kalapácsnak kell a szög húzó része. Hol van egy kalapács, ide fent jár, seprűvel mosok fel... Ja. Ja, Angie, akkor megértem. Hát remélem, hogy minden okés feléd, főleg, hogy neked remélem, hogy minden okés. Meg hasonlók. A csajszínek közben fogad most, hallod? De aranyos. Ó, fehér jaguár, ide kint áll. Trabanta jöttem, baby. Ott van. Megvan. És azok ott mik? Aha. Van egy ilyenem is, ezt ledobjuk, ha esetleg később kellene. Deko. Így minden bedobozolva, bazd, ez no comment. Gyere már, na végre. A treasure? Hope it's not great grandpa's porn mags. Jobb, ezt vágom, hogy ez visszerelésre van. Csak nem tudtam, hogy a játékban van-e szerepe. Az mi egy napóra, vagy mi az anyám az bazna? Egy kivonat Julius Caesar feljegyzésének egy gál háborúról művéből. Emlékszem rá, a latin ó-rómányról néhány betű más, mint a többi. Forgasd a rejtek üzenet megtalálásáért. Oké. Okay. Ott van lent. Nézd, hogy Julius Caesar a monogramja, de miért írhatod valaki, hogy egyenlőek? Most ez a rejtett üzenet? Szóval MHPAU, MHPAU, ezt rejegyezze meg valaki, jó? Szóval ott egy MHPAO. Hol az M? M. 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 És hogy tudom a belső ívet forgatni? Várj, akkor Julius. Hol a C? Ott van. Ha így. Mint Julius Caesar. És hogyha fordítva, hogy... Így. Várjál, itt van ez a szar. Hogy itt kell lennie, mert ugye itt van beporosodva. Vagy nem? LD Devil, nagyon szépen köszönöm a 400 fontot. Jó, mindegy, ezt majd. Tárgy hozzad a leltárhoz. Jó, bazd meg, én azt hittem már most ezt föl kell törni, mondom, mi az anyám? Jó, fel kell töröm a kódot. Aha, mondom, ez lesz az MHPAO. M. A. P. A.
Nem nyert. Nem nyert, srácok. Mindegy, akkor majd keresünk hozzá valami kódot. Valami kisebb kódot keresünk hozzá. De hogy honnan, bazd meg, nem tudom. Az egy jó kérdés. Feljegyzések. Igen, kód kulcsa egy pergamenen. Igen, feljegyzés. J egyenlő C, Julius Caesar monogramja, de miért írhatott valaki, hogy egyenlőek? Igen, ez jogos, de mondom, nincsen ez a semmi para. Devil, még egyszer köszönöm. Constantins, itt szemelte David. Oké, de ebből nem is, ez nem is angolul van, ez az utcos, vagy de? Nem, ez rohadtul nem angolul van. Azért mondtam, még esetem olvas, hogyha arról van szó. Jó, fasza. Mindegy, erről meg kell szereznünk egy kulcsot. Vagy egy izét, egy számsort. Aztán majd ezt csak föltörjük. Jó. Mindegy, menjünk le egyelőre. Ez majd később szerintem jó lesz. Viszont felvinni a dobozt még nem vittük fel a padrásra. Ugye, ami az alap missionünk volt. De? Nem ez volt az a doboz. Emma, drágám, Emma, oké, diktafon, nekem nem a diktafon kell, hanem a... Mit kell most csinálom? Valamiféle kódfejtő. Szerintem ez ki fog nyílni. Ó, oh, látom! Így van, ugye a... Így. Nem nyílik ki. Hát ez... Ez mókás lesz. Jó, nem baj. Szóval a következő mission. Úristen, micsoda pornókönyv. Úristenem, a várandós nőkről. Akkor nem az, amire gondoltam. Ez is zárva. Minden zárva, bazd meg. Beköltözel egy új lakáshoz, az összes ajtó kulcsra van zárva. Tudod, mikor csinálnék ilyet? Hülyét kapnék. Jó. Csipi, csipi, csapa, csapa. Ja. Na várjál. Hol van a konyha? Ide sem tudunk bemenni. Oda se, oda se. Úristen, itt kurva sok meló lesz, bazdmeg, rendbe rakni ezt a lakást. Jó, és a felső részen meg kell keresnem a kódfejtőnek a tucait. Oké, és a nőstény azt most hol fürdik, bazd? Nem, most komolyan kérdezem, srácok, tehát most azt mi alapján kell feltörnöm? Tuti itt lesz valami, mert annyira játék elné én vagyunk, hogy tuti valamit lesz valami, amit nem néztem. Szerkezet egy fordító J egyenlő C, akkor M egyenlő F, H egyenlő A, P, I, P egyenlő I, A egyenlő T, O egyenlő H. Ezt honnan szívülted, fater? Hát de azért néztem, hogy nézd, hogy így. Várjál, hol van a C? Mert J egyenlő C, és ugye azért húztam be ezt így egymás mellé. De erre meg nem történt semmi. Hogy JC, ugye? Julius Caesar. De semmi nem történt. Nem tudom. Tedd a J a C-hez. Azt csináltam, Dániel!
Vagy fordítva akkor, hogy ez legyen a... Hol van? Hol itt a J? Ott van, de ezt is néztem, tehát ezzel kezdtem, srácok. Hol van? Ott van. Tehát ezzel kezdtem. Csak mondom. Hogy akkor fordítva, de még így sem. A papírdobozon nincsen írva valami? Nem, nem. Itt csak az, hogy törékeny, meg az, hogy vigyázz rá kézzel, meg hasonlók. Ez egy konzerv. Semmi. Semmi. Ide meg semmi nincsen írva. Csak ez. Ami a levélben van, az pedig... Csak ez. M-H-P-A-O. M-H-P-A-O. Ugye ez, amit mondtam. Tudja, hogy ez lesz valami a szinten a megfejtése. Csak ugye ez meg a számsor lesz az aljára. Szia Brigi. Szia Márko Lász. Sziasztok amúgy. Szerbusztok, üdv mindenkinek. Szóval M-H-P-A-O. M-H-P-A, de hát nincsen O betűm. Akkor mondjad, Nikó, bazd meg. Neked erre lehet jobban rá van állva itt az agyad, vagy nem tudom. Turbi, ha a J egyenlő C, a többi betűt nézd meg, az M egyenlő valamivel, és a többit is így nézd meg. Ó, de hülye vagyok, bazd meg, tényleg. Várj, J egyenlő C, akkor... JC, ugye ez volt az, mi volt? MHAPO, vagy valami hasonló volt, nem? Várjatok, MHPAO, M, ez a G, ezeket írogassam le, bazd meg. Jó, leírgatom. Jó, oké, lehet, hogy ez lesz amúgy a megoldásja, várjál. First I'll put the letter J over C, then I should be able to decipher the others. It's probably about those distinguishing letters in Caesar's parchment. Igen, most azt ítéltem le nekem. Notes. Pillanat, csak akkor ezeket leírgatom. Szóval, G. M. H. H. B. M. H. B. J. M-H-P-A-O. A... És az O... Ez meg egy I betű. Nézzük hát, ha ez lesz a megoldás. Szóval G-B-J-U-I. G-B... Hát nem. G-B... Akkor ez egy J-U-I, oké. Hát kurvára nem. Hello Kitty. Mapó, de nem fér. M-A-P-O. Nincs annyi betű. Én nem volt a C-nél. Mi? Ezt most így hirtelen nem tudom. Milyen J nem volt a C-nél? Ja, hogy ezt meg elcsúsztottam egyel arrébb. Ó, én marha, bazd meg. Jó, akkor dúj tegem. Szóval, M-H-P-A-O. M-H-P-A-O. M-H-P-A-O, oké. Okay. Szóval. Akkor nézzük, M betű hol van? M az egy F. F. M-H. Hol a H? Az egy A betű. M, H, P. P, 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 P. Az egy I betű. Oké. M, H, P, A, O. Az egy T betű, és az O betű, az pedig egy H betű. Akkor fate. Oké. Okay. Mint remény. Jó, akkor nézzük azt. Angie, nagyon szépen köszönöm a 11. hónapodat. Nagyon szépen köszönöm. Szóval...
Király. Köszi szóltatok. Jó. Egy antik kulcs, de mit nyithatsz ki vele? Ja, jó. No para. Van egy kulcsunk. Tárgy hozzáadása a leltárhoz. Király. Property of Nicholas. It is September 27th in the year of our Lord 1864. Evening. Almost. Gondolom kiolvastuk, nem? Második fejezet. Urunk 1840. Na hagyjál engem békén a Bibliának a valami vél. It is September 27th in the year of our Lord 1864. Ja, hogy ez egy izé? Almost night. Napló. Never before have I kept a diary, but they say that it might be a chance for me to reclaim the memories. Emlékeim visszanyerhetéséhez. Besides, writing entails a clarity of thought. Emelt az írás frissen tartja az elmét, segít megkülönböztetni a valóságot a képzelettől. Jó mentális bajunk van. Újra itthon vagyok, 10 év távol lét után megkönnyebbültem, hogy sértetlenül találtam a házat. Szót jelent egyelőre az az egyetlen tető a fejem felett, gyűjtök néhány gyertyát és körülnézek. Most, várjál, most ezt végigolvastam a... Apámnak semmi nyoma, tényleg azt hittem volna, hogy az ajtónban micsoda. Egy évtizeden tűnt el, anélkül, hogy akár egy levelet is hátra hagyott volna. Hát, furcsa érzés, persze, geci, mert kurva creepy. Olyan félelmek húznak elő a sötétből, amelyek a forrása nem tudom meghatározni. Tiet e-mail. Maybe then I will realize what happened to my father. And jó, what happened? Nézzünk körbe. Gyufa meggyújtása. Úristen, Vimini, bazd! Köszönöm szépen a 20 darab csatornatagságot. Kolbász Sajtosnak, Martin Polyáknak, Vanessa Kisnek, Csaba Sándornak, Jézusom, Vida Istinek, Móriczkának, Attilának, Gideon neked, Jézusom, de édes vagy, köszönöm szépen. Ne, muszáj Gideon, mert hallod, csomó mindenben FPS izén van, muszáj összepakolni előbb-utóbb szűnapomra, vagy valami hasonló, majd később összerakok egyet. Köszönöm szépen a beleszállást 2500-al. Deep End Bálinnak, I. és Bátonynak, Viktóriának, zárója be Vikócának, Revunszki Ádámnak, Mezei Krisztiának, János Suhajdnak, Tamás Vörösnek, Kristóf Dobosnak, Gulyás Lacinak, Ákosz 30-nak, Princinek, Nyuszi 99-nek, Norbert Kadárnak, Jézus ereje, bazd meg! Gec, ide szortál vagy egy milliónyi csatornatagságot, köszönöm szépen a 20 darabot. Illetve R, közelít az egy év, nagyon szépen köszönöm a 10. hónap tier 2-det, nagyon szépen köszönöm, papa. Még egyszer, Vimini, nagyon szépen köszönöm a 20 darab csatornatagságot, illetve Gideon, neked is, meg Ernektek is, aranyosak vagytok, tényleg nagyon édesek vagytok, köszönöm szépen. Illetve akik csatornatagok lettek, használjátok az Áfinak az emótját, a kis nyuszit. Tessék szétszpemmelni a cseten, meg megköszönni Viminének. Köszönöm szépen nektek, sziasztok. Szóval, van egy gyertyám, ezzel kéne körbejárni, mint de geci creepy. Tudom, mikor rakni kéne föl falra, baza soha. Jó, nem baj, ez meggyújtva. Anyád is ropog a ház, vágod mindenhol. Tudod, mikor élnék így itt? Nincs az Isten, bazd meg! És ropog, geci, a ház, vágod? Fúj! Ott is van egy másik kis házikó. Igen, Nikó, azt már leszűrtem amúgy, hogy nyilván naplót olvastunk, és ugye most, amit olvasunk a előző szegmensből, ugye ez az, amit olvasunk kvázi, ugye az unokaként, hogy nem tudom, na érted. Úgyhogy igen. Ott van, itt viszont még lent van ez a kis cucc, úgyhogy... Gyorsan meggyújtok mindent. Anyád, de creepy ez a hely. Isten, de kibaszottuk creepy-k ezek a hangok. Upstairs. Valaki bejött fönt, bazd meg! Nem vagy, akkor is végignézem ennek a szarnak az anyját. Aha, mi mindig itt a vér. Megtaláláshoz bizonyára fel. Napamat, mert egy nap... Jó, igen, ez amit előbb is láttunk, de az emeleten valami van. Ezek azok a bábuk, amiket az emeleten már megvizsgáltam. Aha. Oké, elvesz. Király. Krisz, köszönöm a kérdést, jó napom volt. Köszönöm szépen. Jó. Nem,
Zsófi, itt nem már rend van, itt még rend van. Mert itt még ugye a nagyapáink cuccai van. Valamit leverődött. I thought the window was bolted shut. Hát ez nem az ablak volt szerintem. Csak valami bejött, bazd. Ez az ablak keret itt leszakadva? Oké. Jumpscare! Megijedtem ott a kurva madártól. Napló frissítve, ez egy privát terület. Ki az ördög? Ez nem tudom, kimászok az ablakon, várjál. Ez nem kód. Ez ki a faszom. Lemegyek, azt kimegyek hozzá, bazd. Where the hell did he go? Hey! Hova tűnt, bazd? You still here? I better take a look. Nem azért, de valaki itt lenne a ház. Hát, ha itt kinlaknék a halálfaszát, most őszintén gondoljatok már bele, most tényleg itt vagytok 120-an, vagy mennyien, bazd meg. Ilyen helyen laknátok, itt a semmi közepén. Egy kurva kibaszott, emeletes, 500 szobás szarba. Egyedül. Már itt maga az a funkció, hogy egyedül, érted? Látnál egy maszkos csávót, aki itt így, csak így gyökkettővel így elsétál az este folyamán a dörgő villámló égnél. De mit csinálnál? Azon kívül, hogy összeszarnád magad. Az első dolgom az lenne, hogy keresnék valami kurva nagy szabját, kést, boltát, bármit, amit fegyvernek tudok használni. Ha nincsen fegyver, ja, ilyen helyre abból nem költöznék úgy, ráadásul, hogy Amerikában játszódik, hogy nincs nálam lőfegyver. No offense. Tuti ki nem mennék, hogy ki van a telkemen? Ez a varlakám! Anyád! Nincs oda Isten. Minden vágyam ilyen, és még a pincében nem is jártál már, ha van. Ja, igen, azért mondom, bazd meg. A mostani fejemmel, ha egy ilyen helyre tudnék költözni, azt mondom, hogy nem. De mondjuk az, hogy ennyi szoba van, meg minden egyéb, az mondjuk nagyon szimpi, de... De így ennyi, kész, ez engedd el, tehát ez kösz. Itt van a farönkök, minden egyéb, úristenem. És még dörög is, bazd meg az ég, hát ez kurva jó. Haló? Jó, nem baj, ezt felvesztük el. Tárgy hozzád van a leltárhoz, király. Nem erre. Akkor hova az anyámmal tűnt az a Chávez? Aha, ja, hogy ezt most én nem pakoljuk? Ja. Igen, Dani, jártam Amerikába és van is róla videóm. Itt bent tuti nincs a Chávez. Hűha. That's my father's hat. Bastard. Vagy mi a szar írva? A basement? Aha, alaksor. Tessék, Nikó, alaksor. Persze, ezek után az alaksorban valami nyomként nem bírtam még olvasni. Szóval a lényeg az, hogy kaptak egy ilyet az asztalotokra, vérrel kiírva egy sapkára, hogy az alaksor. Ne nézd már hülyének, bazd meg! Ezek után mi a fasz csinál? Persze, nyilván lemész az alaksorba, nem? Ne kúrj már föl agyilag. Hogy ne, lemegyek minden fegyver nélkül, hülye ezt a kalapácsot, meg azt a csövet, azt úgy vinn. Mi a fasz volt az ott, geci? Láttátok? Csak én nem volt hangja, csak azért mondom, azt láttátok? Na mindegy, ezek után fixen bazd meg az ásót, úgy vinném magammal, mint hogyha az alsógatyát húznám föl, hallod? What the hell is this? Ez nem mi a pokol? Úristen, egy kivágott újságcikk, forgasd a rejtett üzenethez! Jó, oké. Megtalálásához a könnyű bűncselekmény, döbbenetes meg a béke helyi közössége. 46 a sheriff... Jó. Férfi halálát John Norton elmúlt néhány héten eltűnt tartották nyilván. A támadó rendkívül brutálisan járt el, az áldozat torkát elvágták, a testére takarító számos vágás és égési nyom hosszú kínzására utal. Jó, tehát az emberke az el lett vágva a nyaka és kínozták meg kutyafasza meg minden. Akkor lehet ez az ő sapkája, nem? Nem? Nem tudom. De szép kép. Jó. Hát hozzád van leltárhoz. I don't feel like looking for that vagabond in the dead of night. I'd better go home. Jobb, ha inkább hazamegyek. Ok. Ok. De most miért? Olyan bizalomgerjesztő. Végül is, Angie. Fúra. Totálba. Én nem
tudom, hogy több személlyel béreljük a lakást. Uh-huh. És még nem szólaltunk meg, hogy hé, hello. Én belépek és oda fog megszólalni. Uram, mi történik itt? You let yourself in? Hey, are you deaf? I'm talking to you. Ez lenne az a pillanat. Ez lenne az a pillanat, srácok, ezt itt szólok mindenkinek, amikor én ezt a házat elhagynám a gecibe. És ami nyálamban gyújtó, azt begyújtanám. De halál komolyan. Viccen kívül. Hello, Fiddler. Ok. Abban gyakorlatilag semmit sem fizetett ezért a földért, a barátja Norton bíró aláírta a szerződést, és az üzleti megkötöttet akkoriban így csinálták. Hát ez most sincs másképp, csak kurva sok pénz még pluszba. Keresek öngyújtót, meg gyufákat, meg ilyen szarokat, srácok, szóval itt most nézelődünk, jó? Bocsánat. Sándor, ez a múlt, tehát itt nincs asszony, érted? Mert most a naplót olvassuk, és most a naplót éljük át, kvázi. Látod, ezért kell bezárni az ajtót, mert jönnek a csövesek. Hát az biztos, az izék, kőbányai szopófantom, az tuti bejön. Jó, elfogyott a lámpám. Aha, lámpa üres. Az fasza. Ja, akkor erre majd idővel figyelek. Jó, akkor igazából nincs lámpám, srácok, csak szólok, jó? Csak az öngyújtóm, ami 3 méterig világít. Volt rendett info az adásvételén? Biztos? Gyufa Petri, oké, napló feljegyzés, már... Aha, ezen volt. Ha tényleg. Szóval az apám tudta, mit rejt a föld, csak szüksége volt valakire, aki elegendő tőkével rendelkezik a bányanyitásához. Ekkor ismertem meg George-ot, megépítette a fogadót, és egy ideig tényleg ment a szekér. Régi szép idők, de attól tartok, már nem tér vissza. Ja, hogy ez egy fogadó volt. Ja, akkor ez igazából egy hotelként funkcionált. Ez amúgy jó, hogy így van, amúgy így körbeírva amúgy, hogy mi a szitu. Hú, az ott egy véres lyuk van ott. Vida Isti, nagyon szépen köszönöm a 8. hónap tier 2-et. Egy édes drága szent bogyó vagy, bazd meg. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ű, bazd meg, bocsánat. Hallod? Ez nem tudom mi a szar volt, de olyan régóta nem történt semmi, hogy beszartam, baszd. Köci anyád. Hallod, nem tudom ez mi a szar volt, de valamit felrúgtam magam mellett a játékból, vagy nem tudom. Bocsánat, kurva hangos voltam. Istenem. Ú, de szép kép a földön. Ú, de szép véres. Hú. Where did all this blood come from?
dear God. Gyerekek, ilyen kép van fönn, bazd meg itt. Ilyen kép van a földön. Hallod? Ha ezt a sikításomat valaki kivágja, esküszöm, kirakom az Instagramomra. Azt nézd, bazd meg. Húha. Ott csapkod valaki. Hello. Ez lehet nem egy jó pont, hogy én ezt most itt ki akarom nekinyitni. Hello zsírkenyér. Szia, Tamon a tarszat. Sziasztok. Én azt nem nyitom ki. Miért nem beszél, hogy hello? Magyarországon legyen a nagyobb parti kenyere itt van. Így van zsírkenyér. Jó, hát ő... Hát ezt komolyan engedjem ki. Smaug, köszönöm szépen a coffee-t írt. Nagyon szépen köszönöm az első csatornalatosságodat. Használ egészségére az emótokat. Köszönöm szépen. Milyen cuki, hogy csak magamra nyithatom ezt a szart. Ez a pince lejáró, bazd meg. Meglátjuk, hogy ez jó ötlete. Anyád a jó ötlet! Te hülye vagy? Hát, oké. Én a faszért nem játszottam ezzel régen, hallod? Csak szólok, hogy nem vettem le a játék hangerejét, hanem jelenleg nincs. Jó, ez én általában ilyen mindig jó jel. Nem is tudtam, hogy ilyen lóbronz szobraink vannak a pincébe. Ez olyan, hogyha ilyen halott szellemek lennének a házban. Valamit kigyújtottunk volna, vagy kinyitottunk volna valami... Mit tudom én... Mindegy, ez amúgy para. Ezen most nincsen semmi izé. Apám fogadójának első reklámja, azt mondta nekem, megcsináltuk, fiam. Ez ilyen emlék. Hillside. 40 szoba. De laknék itt, geci. Anyád. De laknék itt. Ja, várj. 40 szoba, bazd meg. Ja. Ha? A kis régi módi vasaló. Nekem még volt ilyen. Szerintem elvinni, nem? Jó. Na, hát akkor lámpát elő. A vérjes lábnyomok. Ezt a boltát már úgy megfognám, bazd, mint a faszomat! Hallod? Vagy azt a bárdot! De most komolyan, ki az a gyökér, aki ilyen helyzetben nem azt csinálja, hogy ezt a crowbart bazd meg, vagy valamit megfogja, mint fegyver? Ez mondjuk nagyon fölkúr az összes szájba kúrt horrorjátékban. Oké, hogy... Hallod? Már a harmadik zombit látom elsétálni magam előtt, meg izé, fél hullát, hallod? És még mit csinálok? Itt egy balta! Anyádért nem fogod meg, bazd meg. Jó, nem baj. Nem baj. Érted, no para. Csak jetsz. Ok. Ja, kihajol. Hello, itt vagyok. Ez. Petróleum, lámpa, de szép is a lángja. Ú, vinyá valaki behajol, bazd meg, hogy hello, szia, itt vagyok. Hello there.
ott egy maszk, megint egy fotó, de jó kép ott. Mindjárt valaki megint elsétál előttünk. Ez csak a szél volt. De kell jönnöm. Az már nincs hangvágod. Szia Fanni, szellem ellen amúgy is hatástalan. Hát de honnan tudjuk, hogy szellem, érted? Fingunk nincs. Klippeltem papi, berakom DC. Köszönöm Gideon. Itt elég durván elrobbant egy meggyes apenta. Igen, amúgy, igen. Kérjed tőle lakbért, rezsit egyből emel, elmennek, az biztos amúgy. Én úgy tudtam, hogy ilyen helyzetben vagy akkor neked kéne megijeszteni a szellemet, vagy aki meg akar ijeszteni. Ja, tényleg, Nono, ebben tök igazad van. Mindjárt megijesztem a szellemet, talán létezik egy másik bejárat. Igen, az meg itt van emögött. Damn it, I can't open it. Maybe there's something in my briefcase that would help get it open. Most vettem ezt a szart ki. Zolló, ez nem jó hozzá? Briefcase, oké, de az hol van? Hol? Have to get in there. Whatever happened. I hope it's not my father's blood. Hello Norbert, aha. Szia Dante Dave, szervusz. Szia Máté Szilárd, sziasztok. Odálból megtanultuk, hogy szellem ellen kősó és só kell. Az igaz, az biztos. Meg kugyli. Meg a puding. Hát ezt most vettem mindenki. Fogom feltörni. Csak egy ollón van, de várjál, briefcase, az mi az anyám? Az valami kint, valami cuccom. Amit az ollóval fel fog nyitni, nem? Hú, a kurva anya! Am I delusional? Csak szólok. Libabőró. Keci kurva anyád, mi jött velem szembe, és ezek után még mindig a házban vagyok, érted? Nem, igazából nem borzaszt el a dolog, hogy... De miért vagyunk még mindig a házban, bazd meg? Ezt full komolyan kérdezem, miért vagyunk még a házban? Nem, én ezt komolyan kérdezem, srácok. Mi a faszért vagyunk még ebben a házba? Jaj, ne. Az a volt, hogy ezeket már megtanultam, hogy itt mindig lesz valami. Pár óra horror utánam van már. Ez a mi a fene gyökéreknek tűnnek, meg kell szabadulnom tőlük, mielőtt elhagyom az alaksort. Elvágom, bazd meg az ollóval. Mi a faszom ez az a mentál higiéniám, vagy mi az anyám? Új. Mint egy fúj gyereke, mint hogy valakinek levágnom a faszát. Hallod? Upstairs.
Hallod? Kacok. Kérdés, ezután még mindig a házban vagyunk? Ezek után... Bocsánat. Kicsit késik a sípó. Szóval, ezek után még mindig a házban vagyunk? Gyerekek, ezt komolyan kérdezem. Ezek után még mindig itt vagyunk? Has someone gone through my briefcase? Ellopta valaki a kis táskámat? Kiment az ablakon? Úristenem! Nem, ott egy kulcs. Fogalmam sincs, miért vittem magammal arra a helyre, ahol az elmúlt évtizedet töltöttem. Nem is emlékszem rá, hogy melyik zárba illik. Jó, hát legalább van egy ilyen, bazd meg. Köszönöm szépen. Akkor a naplónak itt van vége. Ez mint egy Slipknot maszk, hallod? Nagyapánk így halt meg? Hallod, eskü úgy néz ki ez a maszk, hallod, mint egy Slipknotnak a frontembere, hallod, Corey Taylor. Hülye, ez a Slipknot bandába illik a csávó. Az jobban imádom. Ez az antik kulcs, ami a padláson volt. Igen, Nikó? Lehet, nem tudom. Ez egy aranyos kis napló volt, ilyen délutáni fejezet, nem? Damn it, someone must have torn out the rest of the pages. Strange. I was in the attic and I'll show the diary to Emma. She might find it interesting. Jó. Érdekesen fogja találni ezt a szart. Na, akkor vigyük le, márnak a nőstényünknek a naplót. Halló, Emma! Nincs kedved egy valamire? Nincs? Itt a vóna. Hol van? Mutatok valamit, figyeld már! Honey, you won't believe what I found it. Hey, Emma? Can you hear me? Emma! Valami nem oké vele. I was calling you before, but you wouldn't even answer. Where have you been? I was snooping around the attic. I found this... The power is out, by the way. Diary, what? A fuse must have blown. Be a... Na most nem köcsökségből. Most költöztünk be ebbe a házba. Most az ő időségukról beszélek, jó? Most költöztünk be ebbe a házba. Ide a halál aszára. Mi elkezdtünk bepakolni, a csaj csak elment lefürdeni. Lefürdött a csajszi szólított minket, mi éppen nem válaszoltunk, mert egy 40 szobás házba vagyunk. Ismétlem, srácok, ha esetleg nem hallanátok a dolgot. Egy 40 szobás házba vagyunk. Szóval, hogyha a lakás másik végében vagyunk, és ő így szól, hogy Hello! Itt vagy? Valami? Valószínűleg nem fogjuk hallani. By the way, az emeleten fönt olvastunk, és tök aranyosan jövünk le a csajszihoz szólni, de figyelj már amúgy... Na mindegy, ez kurva creepy amúgy, hogy ennyire tök ellenséges ez a kettő ember egymással. Nekem annyira unszimpi, de hát ez egy másik történet. Sok munkára vár ránk ezen a helyen, minél hamarabb nekiálltunk, annál jobb, ugyanúgy nem is kell semmi. És elment az áram. Jó, hát az asszony, hallod, ide beköltöztünk, és már a második lebaszást kapom tőle. Ez egy idilli kapcsolat. És nézd, elment az áram, mondta, hogy kapcsoljon fel az áramot, ő meg itt vár. Mondja, hogy nagyon sok meló vár ránk arra, hogy megcsináljuk a házat. És ő itt áll. Tehát akkor igazából akárhogy is nézem, most a pakoláshoz nappal annyi áram kell, mint az atom, nem? Tehát igazából tényleg igazunk van arra, hogy a csaj az arra fog várni, hogy mi pakolunk ebbe mindent. Oké. Okay. Bocs, hogy túlfilózom, srácok, csak szeretek az ilyen szarokon kiakadni amúgy. Jó, hát akkor menjünk az alaksorba. Ennek mi baja van? Úgy hangzott, mintha lehúgyozott volna valami. Hát ezt mondom én is, hogy... Nicholas kulcsa. Szükségem lesz egy zseblámpára, mert rohadt sötét van aztán. Nem találom helyet a padláson, rengeteg kaszató van odafent. Persze, nyilván fölmegyek a padlásra, bazd meg, mielőtt még lemennék, hogy ne. Gyere egy lámpa. Hol van egy lámpa? Lámpa? Hol vagy lámpa?
Ó! És ez van amúgy izé is? Elem. Volt egy szoba, ahol volt egy csomó elem. Elosztó dobozt az alaksorba. Oké, de volt egy olyan hely, ahol tele volt egy csomó elem. Az hol volt? Emlékeztek rá? Még dobálgattam is. Itt. Zupacell. Nem. Máté Szilárd, ez nem nők. Ez hülyeség, ez nem nők. Attól még, hogy valaki mitten hiszt is, vagy valami, az nem azért van, mert hogy izé virágszál van a lába közt, érted? Na, nem tudjunk lámpát használni? Nem új, de egynek megteszi. Nagyon erős fénye van. Aha, csak működne, bazd meg. Jó, és akkor most mivel kapcsolom ezt be? Ok. Hát jó. Menj az alaksorba, hát én tök lemennék. Annyi itt a töltött a gyerek korán, de sosem beszélt arról sokat. Örülök, hogy szerinte itt kellene letelepednünk Emmával. El sem tudom képzelni, milyen lehet manapság Bostonban gyereket nevelni. Oké, tehát anya nagyon örülnek, hogy itt fog tölteni a gyilkos, tömeggyilkosos helyen. Várunk el a dolgot. És az lámpád az, hogy az anyámba kapcsolom be? Hogy itt lent lesz volna elem? Nem tudom. Tuti, valami be fog villani. God's sake. Bodri, bazd meg. Igen, az jó cucc. Bodri, bazd meg. This horse will haunt me in my dreams. Hát nekem nem a ló fog kísérteni álmaimba, bazd meg, az biztos, hanem az a kurva óra. Propángázpalack. Itt minden van, bazd meg. Itt minden van, mint a búcsúba. Na nekem most mi kell? Elosztó doboz, az alaksor, elosztó doboz. Tudja, hogy itt van bent, figyeld. Nem. De ha így piszkál téged, az azt jelenti, hogy szeret vagy nem. Hát és figyelj, zsírkenyér. Persze nyilván, hogyha valaki... Tehát, nyilván az egyik szeretett nyelv az amúgy a piszkálás, meg hasonlók, csak azért... Na, érted. Where are the fuses? Strange, one's missing. Did someone take it out on purpose? Shed. It was a kinti. Maybe there's a spare fuse in the shed by the house. Szia, Noel. Hellóka. Nem ez a fészer? Vagy most melyik a fészerünk? Szia, Aua. Hellóka. Azt gondoltam, zsírkenyér. Hol a fészerünk? Eddig tudok elrohanni. Meddig van kertünk? Az meg ekkora területen élni, bazd meg. Nagyon szép hely. Arra mi van? Meg hogy hol a fészer, érted? Hát azért az is kérdés. Aha, ok. Akkor nem megyünk arra. Nem, Máté, kurva jó. Szia, Barbara. Szia. Hol a fészer? Ez
Szia Vivian, hellóka. Oda kéne bemennem szerintem. Szia Gergő, sziasztok. Fuses here, of course. What the f- What is this? What did all the blood- A shirt covered in blood. It looks fresh. How did it get here? Hát ez egy jó kérdés, nem tudom, de most még mindig azt mondanám, hogy a terhes feleségemmel húznék innen a picsába. Ez az a pizza, ami a kocsiba is volt. Why would Emma bring my old stuff from the office here? Micsoda, nem teljesen tiszta számom van, de biztos benne, hogy egy szerző étter a dolgát. Ja, hát az biztos. De ez mi? Quantum lokalizál, quantum lokalizátor. Ez mi a faszom? Lokalizátor érzékeli a kielemzi az úgynevezett quantum nyomokat, amelyek lehetővé teszik számunkra a rövid visszatekintést, megfigyelését a múltba élőkről, beleértve a pont helyüket és tevékenységüket. Még nem volt alkalmam élesben használni, de azt a parancsot kaptuk, hogy vigyünk magunkkal egy biztonság kedvéért. Szívesebben fogadnék egy fegyvert, mint valami újabb furcsaságot a CIA-s. Oh, jó, szuper, hát van egy ilyen kvantumolvasztónk. Jó, király. Király. És ezt hozzon az anyából fogom én ezt használni. Bazd meg, oké. Okay. És én ezt hol fogom... Jesus! Emma, you scared the crap out of me. Okay, you can open the door. Ez nem az Emma. Emma? Honey? Something's not right. Maybe the localizer will show me just what's happened here. Kérdezd meg a quantum felnőtt. Az meg ilyen is van ebben a játékban. Szia Letícia. Szia. Nyom meg az X-et az eszköz felszereléséhez, eltakarításhoz, a lokalizátor lehetővé teszi az elektromágneses quantum nyomokat, quantum felhők észlelését. Ez az ikon jelzi, hogy a felhők látható a közelbe. If I remember correctly, this prototype device can be used to detect traces of a person's presence from the past. All I need is to be in a strong field of quantum particles, and with a little bit of luck and science, I'll be able to see a silhouette of the person who was here in a different time. Mhm. Akkor igazából, hogyha akárhogy is nézzük, akkor ez egy ilyen UFO kereső, vagy izé, szellemkereső. Mhm, ahogy nő a százalék. Aha. Igen, Máté. Errefelé 30%. Noel, csak a stream nevében benne van, a leírásban is benne van. Szóval van egy pár hely, ahol átadhatom, mi játéknak a neve. 56%. Akkor valamelyen erre van. Ha már kezd el is menni a kép. Now I need to use the pulse to show the cloud, and I need to scan it. Aha, ez olyan, mint az Aha, kvantum felülvizsgálata. Az eszköz használva megvizsgálhatsz egy felhőt, tartsd nyomva a bal egér gombot. Oké. Ez addig olyan, mint az Látjátok a szélét? Olyan, mint az Alien Isolation. Uha. Localizer found something. It was an ember. Been here. It looks like he left the rest of the clothes here, all covered in blood. I'll try to find more traces. It doesn't look good. I have to find out what happened here. Na, ezért az asszony biztos elver, bazd meg, hogyha ezzel foglalkozol.
Keresd meg a kvantum felhőt. Itt van. Jó, nem baj. Valahol máshol is van ilyen kvantum felhő. The fuse is missing. Some clothes are lying all covered in blood and a trace of a person near the shed. It's all looking very strange. Maybe it's all about the stress. On the other hand, I have to be certain that we're safe. Ah, akkor kell keresem több ilyet is. Jobb klikkel izé impulzus nyomok, hogy valami újat keressek. Aha. Arra. I should use the pulse to make the quantum cloud visible, otherwise I won't see a thing. I'm at the source, but I can't read anything. The interference anomália. Is too strong. It must be caused by anomália. Hogy? I should neutralize it. Tüzel. Mi van? Anomália észlelése a felhők természetük révén instabillá válhatnak, és az anomáliák befolyásolhatják az olvashatóságokat. Ebben az esetben meg kell őket semmisítened, kutasd fel az anomáliákat a környezetedben, megkönnyítheted a következő használatával. Nyomd meg a bal elejéről gombot. Az fasza. Most ilyenkor mi van? Szia papi! Dogsapka, köszönöm szépen az 1000 forintot! Köszönöm szépen! Papi, nagyjából egy óra múlva vagyok amúgy. Egy másfél. Most ilyenkor mi van? Vagy ezt már megsemmisítettem? Anomáliát keresd, és na a kvantumfelhőt lövöldözd. De mi, jó, hogy ez egy kvantumfelhő volt. És nekem nem azt kell találnom? Nem azt kell keresnem? Aha. Aha. Ó, ja, jó, értem. Oké, bocsánat. Jaj. Oké, rendben. Utána elpusztítottad az összes anomáliát, tér vissza a kvantum... Nem, az is anomália volt, amit lőttem. Ez. Ez. Igen. Jó. Oké. Okay. Tudasd a lokalizátort. Én követem csak, hogy hova bazd meg. Erre kell mennem. Erre kell mennem. Aha. That means another quantum cloud must be near. Valamelyre erre felé kell mennem pedig. Erre. Aha. It must have went up from here. Kibaszottul jó a fizikája a gémnek. So much blood and it's not even dry yet. Whatever happened here, it hasn't been long. The trail leads through that gate. I'll go check it out.
Hát én ezen erről a helyről már költöznék el. Nem, viccen kívül, srácok. Itt élünk a feleségünkkel, ahol minden friss férj van, hallod? Some planks are loose. I'll try to break them out. Kalapács? De nem egy kívül. Ó, de kurva jó. Hát azt a feleségünk nem fogja hinni, bazzag, hogy egy izé tenyérben hordozható mini tévével bazzag rohangálunk. Ahelyett, hogy az áramot kapcsolnánk vissza. Szia Kitty, hellóka! Hoppá, ott minden vér. Blood hasn't dried yet. I'll follow its trail. Maybe someone needs help. Ha nyilván valaki segítségre szorul. Ha itt van egy plusz házikó. És ide lesz jó az a kulcs, az az ezer éves szar, amit találtam. Nem? Closed. Just closed. Most zárult be? Ezt honnan beszél, most zárult be? Ez kívülről van belakatolva. It looks like something or someone is hanging in there. Is that... Fuck! This thing scared the shit out of me. I'd better check what the localizers detected before I go in. Ott bent valaki felakasztva. Egy állat. Aha. Nem, papi, ezen nem TV2-t megjárt élet fogunk, ezen izét. Valami nagyon, nagyon szaftosat. Ha azt nem tudjuk kinyitni, mert nincsen hozzá ollónk. Megcsináltam. Valahol még van anomália. Megvan. Who is he? What did he hide here? Ez a tőr, amit a fejbe szúrtunk az elején. Someone must have used it recently and tried to hide it there. I'll take it, just in case. Jó, akkor legalább már tudunk vágni ilyen szarokat el. Time to go back to the barn. Maybe I can find a side entrance. I need to try to get inside. Mint ha reszelnék. Jó, várj. Ilyen ostor hangja van.
done this? This wasn't just some poacher, more like a fucking sadistic hunter. Mm-hmm. Wait, that beeping. It's as if it's coming from the inside. The animal is hung up on a rope. Maybe I can get up and cut it down. Új. Csipog, bazd meg az... őzike. Ha is kell még valami doboz ide. Valahonnan pedig föl kell odaugrani. Kell valami doboz, srácok. Vagy valami, amire felállhatunk. Esetleg ez? Aha, jó. Ezt még mindig nem fogjuk tudni kinyitni. Ó, de! Akkor nem szóltam. Itt van a kis dobozunk. Nincsen valami, amit még fel tudunk venni. Semmi. Jó, akkor ez. Mehetünk. Ja, amúgy papi! Remélem vágod, hogy holnap jössz föl Pestre. Csak szólok. Remélem tisztában vagy vele. Na levágjuk ezt a lovat innen föntről. Ami nem ló igazából, hanem egy kis édes dír. Hello, brother. Jaha, hogy ide nem tudok fölmenni. Akkor mindegy. Akkor így vágjuk le. Eddig jöhetné. Jó, hát akkor oda kell csak tolni ezt a szart. Nem toltam elég alá. Rendben, fater. Baj van? Baj van? Mi van? Abban van a... What's all this equipment? A fuse, igen. Oké, okay, és mit szedtem még ki belőle? Valamit még kivettem belőle. So the fucker who gutted the animal. Ja, nem, ez a kettő együtt van. Most ez komolyan ebbe volt. If this isn't a threat, then I don't know what is. At least I've got a goddamn fuse. Time to go to the basement and turn the power back on. Lakcsorba. I don't like this. Someone's butchered a deer and the evidence suggests that sick fuck has been in our house. Ok. Aston merekek mennem a házamhoz. Lehet jobb lesz, bebújok persze. Belegbe. Kids in the area played with the occult. I don't think this could have been them.
Besides the equipment that was inside. Őszintén, ki akarna egy ilyen helyen felnevelni gyerekeket, hallod? Clearly the locals make new neighbors feel welcome. Ezt full komolyan mondom. Ki akarna egy ilyen helyen felnevelni gyerekeket, hogy most öltek meg egy gyorsan akarom mindig kimondani, mi az anyám ez a állat, dír, ősz, bazd meg, meg mindenhol vér van a lakásban, meg hadd ne soroljam még, meg na mindegy, tehát ez ez kibaszottul creepy, bazd, ki a faszom lakna itt? The power's back on, I guess. Interesting. Or maybe it's no big deal. Maybe I've just been reading too much Poe. Well, my job here is done. I better go back under Emma's thumb, considering her mood swing. It's only the third month. What's it going to be like by the ninth? Geci. Szarvas, bocsánat. You want me to have a heart attack? Cool, huh? Én mindig tőgy meleg a helyzet. Sure, Harry fucking Houdini. Maybe he's never gotten out of that hat. Actually, where did you find it? I just read about one like this. Upstairs. Now watch carefully. If it's a rabbit, I want it for dinner and stew. Ta-da! Clever. You think you can show me kaptam festéket tőle, hogy tudjak festeni. Box full of cash. Tele van pénze? Na, hát ez a. Darling, do I really have to remind you what the doctor said? You've done it plenty of times already, but really. Nem tárta kényelmesebb ruhát a festésre? Still in your condition. It's not critical. I'm just pregnant, remember? But fine. Attól még, hogy terhes vagy, az nem azt jelenti, hogy ezért beteg vagy. Az egy állapot, az nem mentál bajba, az meg vagy valami. Fest ki a falat. Oké. Okay. Ja, most elveszem tőle azt. Ja, mert azért, mert terhes, még egy vagy két hónapos, mert még semmi pocakja nincsen, azért ő nem csinál semmi megerőltető dolgot. Értem. Kérdésre fognak az aklatni. Hívtak már a munkát. Mi? And did you give them our new number? Honey, it's the government. They even know the angle you're tilting your head at. Gives me the creeps. Ever thought about doing something other than, you know, cryptanalysis? I mean, before you joined the CIA? Like what? Like, something that doesn't come with being responsible for millions of lives. Some job without all the spies, agents, and double agents lurking behind your back. Without the constant feeling that you can't trust anyone. Not really. Besides, I can trust you, right? Nekem a csaj egyre furcsább. Lehet, hogy csaj nincs is itt amúgy, csak mondom. Ezt viccen kívül mondom. What are you staring at? Can you move that piece of furniture? There's something behind it. Én majdnem biztos vagyok benne, hogy a csaj amúgy nem létezik, vagy valami hasonló. Now I regret putting that thing on my head. I wonder who that guy was. Maybe if we hang this in the bedroom, you'll come to us in our dreams and tell us everything. I'd hang you first. Okay, okay. Sorry, buddy, you're going to the basement. That's the proper place for gentlemen from the previous century. Tuti, hogy ez az ember amúgy a kézé jön minket amúgy, és ez a kép lesz az, ami a szadókat műveli. Ó, mennyivel jobb lett a lakás! Tök jól néz ki! Áron, nem csak te. Úristen, mennyivel jobban néz ki a kecó, hallod-e? Még a tapétáim mindig ölnék. De kurva jól néz ki amúgy a ház.
David. So, this is it, boss. This is the moment when you start to rush me and I start to sweat. Well, I don't want to press you too much, but I haven't heard from you for a week now. So I thought, maybe he was killed by bears or wolves. I'd better call him. De jó fej. Because you're stuck in the middle of nowhere, right? Yeah, I'm stuck in every possible way. You're not the only one. 3/4 of the team were assigned to work on the Russian woodpecker. And on top of that, Harold has vanished. Harold? The one who intercepted the telegrams? What happened? I don't know. Stress. He's been paranoid lately, seeing Soviets everywhere. Either he went nuts and did something stupid, or those Soviets did get him after all. Ugye már a CIA-nál dolgozik az alkarakterünk. Our soil? Well, they could be anywhere. And I don't want to think he's playing both sides. To make it even worse, Bill and Mildred will shut down the project if we don't make a breakthrough in the next few weeks. I've got the documents from Janice with me. I'll get down to work. Good luck. And give my regards to your wife. I'll call you in a few days. A főnök amúgy tök jó fej, hallod? There goes my vacation. Viccen kívül, halál jó fej. I've wasted enough time already. Aztán a gépet az irodába, és az hol van? Milyen tök jól néz ki ez a házikó most? Ez az egyik hálószoba. Mindent kulcsra zárunk a házba, ez kurva gáz. Melyik a irodám? Ez a lakás, esküszöm, ez úgy néz ki baszki, mint hogyha a nagyanyám építette volna. Ú, na ez a nagy hálószoba a miénk. Ez meg egész jól is néz ki. A HMX. Csak ahol van a dolgozószobám. Keltem föl, itt aludtam. Hol a csajszik? Aha, ez lesz a dolgozószobám. Szia, merci. Ah, still warm. Emma knows how to get me on my feet. So, how do I do it again? First, let's take a look at the manual. Open the cover and place the cylinders. Easy. For starters, I need to open the top cover. I need to remember that each cylinder goes into a specific position. Uh-huh. Mhm. Egy. Kettő. Három. Négy. I did something wrong. This isn't how it should be. Mert? Várjál. No, it shouldn't be inserted like that. Szóval, set the number of the window with the following position from the left, right. 2:16, 6:22, call it the start position. Next, place the segment marked with the Roman numbers in the right slot. 2:1. 4, 2, 5, 3, 6, 7, 8, az a 4. Jó, annyit segítettek, srácok, nekem majd leírjátok a csetre az, hogy a 2-es az 1-esbe, tehát 2-1, 4-2, 2-1, 4-2, nem kell segíteni, köszönöm.
5-3 8-4 5-3 8-4 5-3 8-4 így. Okay, the first part's done. Now it's time to set the cogs. Okay. Utána pedig 2-14-6-22 2-14 2-14-6-22 Piece of cake. Now for the last step, the wires at the bottom. Vezetékek legalul. Right, now I just have to plug that in using the right order. Okay. Okay. Szóval, plug the wires in the drawer to following AF, GAF, szóval, AF, GZ, 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 RT, R, That's it. Now I just need to enter the password. Okay, és a jelszó az pedig Friday. Password bpfloop. Run the test using the test password bpfloop. After entering the letter, you should use the code message reading Friday. Bpfloop. I have to be careful. If I click the wrong letters, I'll have to reset the cogs. Hol a P? P. F. L. U. Okay, it works. I can get down to it. Jó. Most dekódolhatjuk a tudtost. What's this? Looks like a message encrypted with an enigma. Maybe with the right combination I'll be able to decipher it. Now how do I set it up? Jó. Akkor XGDTE X Something is wrong. Configuration maybe? I should take a closer look at the table. Something's D-T-E. Wrong. Not like that. I think that someone used one of the configurations from the code table. CMH. Not like that. I think that someone used one of the configurations from the code table. Ja, mert ide így a tényleg várja. X, G, D, T, J. Aha, rosszat ír. Semmi baj, akkor viszont most ezt kell konfigurálni, ezt. Aha. Tudni valami, itt lesz a megoldás. Maybe that person used my code itt van. To encrypt the message. Aha, cables, ARBG. És itt várja nekem az X, geci. DTJ XL Rotor offset ahogy melyiket teszed be Rotos, aha és akkor talált ki melyik az bazd meg oké okay. Jó, hogy ezeket hogy kéne beállítani jó, ez hogy melyik kör kerüljön ide alulra és ugye a számok beállítása az a középső ez pedig a az áram bekötése A Roman 5, 3, ST. Egy római 5-ös, egy 3-as, bizonyan egyik, jó. 5, 3, ST. 5-ös van benne, 3, jó, akkor olyat keresek, amiben van egy ST. ST. 5, aha, 17-es lesz. 1, 4, 1, 4, 6, vagy na, 1, 4, 7, 5. Jó. 1
4 7 5 Jó. 17-es. Ez az 1 4 7 5. 5 19 3 10. 5 19 5 19 3 10. 3 10. Jó, ez most így jó. És akkor a 17-es sorba STGZXO. STGZ STGZ XO. És akkor most nézzük ezt a számot. XGDTJ XGDTJ kötőjel X L kötőjel CMH CMA kötőjel A Y H kötőjel M V Z A Roman 5-3 ST. The hints from this piece of paper surely have something to do with the machine. Trust no one but yourself. Sounds. Senkiben sem bízzél, csak magadba kb. Szia, Kobra. Now what? Check combinations 29 and 30. Okay, here we go. Still nothing. Fuck. This terrible crime shocked fuck. This looks like our house. The victim's throat was slashed. Yeah, it's not this is getting too fucked up. Seriously. God, how long has this been here? Is this blood or just rust? Is this what I think it is? More notes from Nicholas. Gyerekek, egy olyan házban élünk, bazd meg, ahol... So I must mindegy. Be alive. Damn it, I almost broke. Négyedik fejezet. Fáj, szóval élek francban, majdnem sikerült kitörnöm a nyakam. Meglepett, nem voltam felkészülve ilyesmire közelről. Közelről egyáltalán nem tűnt embernek, amikor rám vetette magát. Éreztem, hogy minden fájdalma belém szivárgott, de jó hangzik. Még sosem tapasztaltam ilyet, a tekintete akár egy bántalmazott állaté a kétségbeesés szemében. Annyira ledöbbentett, hogy mozdulni sem bírtam, sikoltani akartam, de úgy éreztem, mintha valaki kitépte volna a hangszálaimat. Ki a fene ő? Mit keresett édesapám hálószobájába? Ja, bár most a izéről beszélünk, arról a lényről, ha már folytatódik a napló. A napló bizony, continue. Ugye itt jött ránk az a lény és lökött le minket a emeletről. Hello, Cobra. What is he doing in our house? Is he the one responsible for my father's disappearance? What if they're in the basement? No. I'd rather not think of whose blood that was. Ez bazd meg, innen lelöknek, vágod, innen lelök egy lény. És mi még... Új, geci! És mi utána ilyeneket csinálunk, vágod? Come in here! Hear me, you snot! You're not allowed here! Ja. What's wrong with me? Please. What the hell? I need to find another exit. Okay. Dear you are not alone. God, what happened? Nem vagyok egyedül. Ez jó. A hurricane went through here. Az meg is ezután még kérdéseket tesz fel az emberünk. Hallod, hogy ó, mi a szar van itt? Nem hiszem el. Mi történt? Ez is creepy story. Hát ez kösz. Ez ilyen
közkategória. Aha, nyilván, aha. Hú, mondjuk nagyon zavar az, amikor az ember eljátsza a horror játék, hogy hülye bazd meg. Na mindegy. Na jó, most srácok, innen fogom majd folytatni. Mert nagyjából egy kicsit följebb kerekítve, de ugyan már 2 órája nyomjuk. Jaj, érdekes nagyon amúgy, borzasztó módon. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm amúgy Jabez még gyorsan a infót, hogy 90%-kal le volt értékelve. Holnap nem leszek ugyan, viszont holnap után pénteken meg folytatjuk skacok, illetve este pedig nyomunk akkor RP-t. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok mindenkinek, borzasztó édesek vagytok, köszönöm szépen, illetve Viminnek, meg a Dogsapkának és a társainak többieknek nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a rettentő sok támogatást, édesek vagytok meg mindannyian, viszont most megyek. Ez jó game, ez tetszik, ez jó, ennek legalább ilyen base story-ja van, meg így nyilván, hogy van fejlet, ezért sokat dob rajta a történetbe, hogy ilyen nyilván minden szavát értjük. Még akkor, hogyha esetleg nem olvasom föl, ti meg tudjátok nézni. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, mindenkinek csodaszép éjszakát kívánok, meg társait. Viszont még van egy dolgom, úgyhogy még azért kicsit korábban végzek ebből a szempontból. Viszont vigyázzatok magatokra, mindenkinek sok-sok puszit. Vigyázzatok magatokra. Aztán pedig találkozunk majd legközelebb. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Mindenkinek puszendári. Majd jövünk nem sokára. Sziasztok amúgy, üdv mindenkinek. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok. Holnap nem leszek, de pénteken igen. Sziasztok.